Sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és gondoltam, hogy elmondok a paradicsomról egy-két jó dolgot, amit láthatjátok, itt ugye házban vagyunk, úgyhogy és március vége fele van, és már terem. Most szedtük egyébként le, így most pirosokat már nem nagyon láttok, de ja, gondoltam, hogy dobok egy videót, érdemes tudni, még mielőtt elültetik a tek a paradicsomot. Nos, én szerintem a legnagyobb probléma, és a legidegesítőbb is. Van nagyon sok probléma, tehát nagyon-nagyon sok gond előjöhet, különböző betegségek, penészbetegségtől kezdve, olyoly, bogarak, mindenféle betámadja, ugye a madarak is jönnek, rájuk kell stukkolni egyet, hogy bebillentjenek az árokba. De ja, itt most amiről szeretnék beszélni, ez szerintem a legidegesítőbb, amikor felneveled szépen a paradicsomot, kezd beérni, és az alján megjelenik általában, megnézünk egyet mondjuk innen, tehát itt az alján elkezd rohadni, hogy úgy mondjam, tehát elkezd először is barnulni, és aztán szépen elrohad, és még mielőtt beérne, így félig elkezd beérni, és egy az egybe el is rohad, ez paprikánál is, uborkánál is előjöhet, de ja, a legfőképp paradicsomnál szoktam látni ilyen hobbi termesztőknél. Hát igen, ennek van egy ez nem betegség igazándiból, hanem ez a kálcium kiegyensúlyozatlanságot, nem tudom, nagyon furcsán hangzik ez nekem, mindegy, okozza a növényben. Tehát a növényben lévő kálcium tartalom kiegyensúlyozatlan lesz, vagy valami ilyesmi a magyarázat, én sem vagyok pontosan biztos benne. De amit erről tudni kell, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, és hogy miért van igazából a legsúlyosabb oka, van egy pár oka, de a legsúlyosabb oka az a kiegyensúlyozatlan, gyakorlunk, hadd lobogjon a hajunk. Tehát a kiegyensúlyozatlan locsolás. És ez úgy szokott kinézni általában kint, ugye elülteti az ember itt házban, ugye automatikusan locsolni, öntözni kell valamilyen úton, formán, így aztán saját magad szabályozott, hogy mennyi vizet mikor adsz nekik. Viszont a szabadban nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy elültetik, locsolgatják egy kicsit addig, amíg a gyökere meg nem kapaszkodik, aztán utána valahogy megfeledkeznek a locsolásról, néha amikor már úgy kihalófélben van, egy nagy szárazságban, akkor adnak neki egy kis vizet, és ez okozza igazából ezt a problémát, ami így előjön, hogy a végén lesz egy kálcium kiegyensúlyozatlanság. Na most jól mondtam, most mondtam ki, a növényben. És ettől fog majd elrohanni a paradicsom, még mielőtt meg tudnád enni. Tehát a rendszeres locsolás az egyik, hát egy kulcs szabálya, ugye, a szép, jó növénynek. Ez teljesen mindegy, ez lehet egyébként, tehát nem kell sok vizet, tehát itt nem arról van szó, ne értsetek félre, hogy szét kell locsolni, hogy csucsogjon egész héten a vízben, hanem egy... A jó locsolás, azt a múltkor is azt hiszem, hogy elmondtam a citrom ültetéseknél, ugyanez a helyzet, hogy legyen mindig egy olyan nedvesség tartalma a talajnak, hogy abból a növény tudjon táplálkozni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy túl locsoljuk, vagy pedig hagyjuk, hogy kiszáradjon, aztán majd meglocsoljuk, amikor már lekonyul és majdnem megfekszik, hanem mindig legyen, tehát napi locsolást nagyon-nagyon tudnám ajánlani, nagyon picit. Tehát annyit locsoljunk naponta, hogyha reggelente például meglocsoljuk, nagyon jó, nagyon szép növényeket fogtok akkor ugye felnevelni, hogy estére majdnem, hogy ki tudjon száradni. Ne száradjon ki, de ja, majdnem, hogy száraz. Tehát az egy jó locsolás. Reggel, és az időjárást is ugye figyelni kell, automatikusan, ha esni fog ugye az eső, akkor nem locsolom reggel. Ha pont fordítva, ha tudom azt, hogy nagy a szárazság, akkor minden reggel meglocsolom, és ja, ez szerintem teljesen így logikus. Tehát nagyjából ennyi. Tehát legyen úgy locsolva, hogy kiegyensúlyozottan, és legyen mindig egy nem is, én azt mondanám, hogy egy kis nedvesség tartalma a földnek, az a legjobb.
Megbeszéltük? Megbeszéltük. Aztán ezen felül, hát ugye tenészbetegségek, stb. Elég brutálisan jönnek, ugye főleg az esős időszakokban. Mit lehet ellene tenni? Nehéz ügy. Ezt gondolom, hogy nehéz ügy, amikor beüt a penész. Nehéz ügy. Tehát, ja, erre is jó egyébként a hamu. Még mielőtt beütne a penész, azelőtt érdemes tenni valamit. Tehát amikor már beütött, akkor már nehéz ügy. Tehát körülötte a növények körül szétszórni hamut. Nagyon tudom ajánlani egy jó kis szellős időben, úgyhogy ráfújja a növényekre a hamut. Nem úgy, hogy betakarja, úgyhogy lélegezni nem tudjanak meg napot se. Tehát nem úgy, hogy betakarja, hanem ténylegesen egy ilyen harmadszerű, tehát amikor így megdobod a hamut a levegőbe, és a szél így porrá így elviszi. Érdemes szitán át is szűrni, hogy minél finomabb legyen. Ténylegesen egy ilyen lehelletnyi takarás nekik, nagyon szépen véd a penészek ellen. Vagy ilyesmi, aztán vannak még trükkök, különböző jópofiságok, de ja, így a növények körül is, így a földre szélszórni hamut. Hamu az nagyon jó, nagyon sok mindenre. Nagyjából ennyi, de most csak erről szerettem volna beszélni. Írjátok le a kommentekbe, hogyha volt már valakinek ilyen problémája, hogy el akart rohadni, vagy hogy elrohadt a tomató, a paradicsom leszedés előtt. És locsoljatok rendszeresen. Sziasztok!